11 énekezte remek műsort, amit készítettetek nekünk. Sok sikert kívánunk nektek az utolsó életekhez. Most tanárainkhoz szeretnék szólni pár szót. 4 éve már, hogy beléptünk az iskola kapuján. Túl voltunk már egy szakmunkás vizsgán, mégis volt bennünk annyi akaraterő, hogy kitűzünk magunk elé mélyekért, és végig menjünk az általunk kiválasztott úton. Bár ez nem mindig volt túl egyszerű. Csatáztunk a tatárokkal, harcoltunk a világháborúban. Megtanultunk helyesebben írni és érvelni az mellett, vagy ellen, amit fontosnak vélünk. Megtudtuk, hogy mennyi a valószínűsége, hogy nyerünk a lotton. Felfedeztük, hogy angolul mennyire hasonlít a mellszó és a hamisnya. Témakorán rájöttünk, hogy nem mindegy, hogy fekete színt szeretem, vagy feketén utazom. Az általunk nehéznek vért adatbázis kezelés nem is olyan bonyolult. A reakciógyeleneket is könnyen meg lehet oldani, és kiderült, hogy a rajz és a tesi sem az erősségünk. Ha látjuk, vannak hibáink, és nem vagyunk egyszerű esetek, de mindig mosolyt tudtunk csalni tanáraink és osztálytársaink arcára. Amikor kísérteltünk a teremből egy szó nélkül, és visszatérve közöltjük, hogy csak telefonáltunk. Tisztíztünk német órán, mert nem fogjuk a tételt, de kiderült, hogy mégis. Rájöttünk osztálytársaink segítségével, hogy az összes írásbelit nem egy napon írjuk. Néha egy regény érdekesebb, mint te matek óra. Megtanultunk, hogy nem kezdünk úsztori tételt, hogy az úgy volt. Annát le lehet rajzolni körökből és vonalakból. Veszekedünk informatika órán tanárral, mert nem tudjuk megcsinálni a feladatot. Rájöttünk arra is, hogy János Bononius nem cserediák volt. És nem utolsó sorban nem kellett volna pattásunk, rossz dolgozatát bámulnunk egész órán. Ezek vagyunk mi, nem egyszerűek, de szeretni való. Szeretnénk megőrizni az előző 12 év osztály hagyományát. Át szeretnénk nyújtani azoknak a tanárainknak, akik minimum 2 évig tanítottak minket, a Váris tanárok tanári díját, és ezzel megköszönni azt, hogy felkészítettek minket a közelgő érettségi vizsgára. Kovács Attila tanár úrnak. Köszönjük szépen, tanár úr. Főleg a fényfehértait, mert az élménynek meg gazdag volt. Amikor csak Szofiát fel az égben induszalat. A szegedi vadasportban is nagyon jól éreztük magunkat, és Pesten a terrorház és élményekben gazdag kirándulás volt. De mindez nem lett volna olyan jó, amilyen jó volt, ha nem lett volna bennünk az osztályfőnökünk, aki mindig meghallgatja problémáinkat, és mosolyt csal az arcunkra, amikor szomorúak vagyunk. Köszönjük neki! Az osztályfőnök és az angol órák remek hangulaták, és reméljük, szívében elfoglaltunk örökre egy kis helyet, és sokáig emlékezni fog ránk. Négy év alatt osztályunk is összekovácsolódott. Voltak veszekedések, de ez már a múlt. Születtek igaz barátságok, amik örökké is tarthatnak, összességében jó osztály volt a miénk,
Nem is jó, hanem a legjobb. De végigcsináltuk. Örülünk annak, hogy mi itt lehetünk, és az utolsó tanítási napunkat tölthetjük el az iskola falai között. Nem lehet ezt elégszer megköszönni tanárainknak, amit megtettek értünk, hogy gyarapítsák tudásunkat, és felkészítsenek minket a közelgő érettségi vizsgára, ami reményeink szerint sikerekben gazdag lesz. Nem kérünk mi más csak azt, hogy ha már nem leszünk az iskola tanulói, mosolyogva emlékezzenek vissza a 2011-ben végzett 12. osztályra. Reméljük 5 év múlva is találkozni.